Több mint 250 gyermek részvételével tartották meg a Dunán innen Tiszántúl délvidéki elődöntőjét. A felsőhegyi Gombos Lara egy népmesével készült a vetélkedőre. Én azért szeretem a népmesét, mert azon lehet változtatni, meg nagyon szeretem a népmeséket azért. Melyik népmesével készültél a mai megmérettetésre? A Cigány három feleségével készültem. A Horgosi Bartók ifjúsági táncegyüttes is versenybe szállt. Az összeszokott társaság egy Vajda Szent Iványi táncot mutatott be. Nagyon szerettem eleve a kultúrát, minél jobban megismerjem a falum, vajdaság és az egyéb területeken való néptánci folyamatokat és a viseletet is. A fiatalok két korcsoportban, népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriában, szólóban, párban léphettek színpadra, de csoportos előadást is láthatott a közönség Horgoson. Az idejében is, mint általában minden évben a néptánc a legnépszerűbb, azután a népzene, illetve a népdal és a népmesélők. Kevesebben vannak, de többen, mint az eddigi években, úgyhogy ez örömmel tölt el minket. A fiatalokat szakmai zsűri értékelte. A rendezvény fővédnöke Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes volt. Nagy örömmel látom, hogy ugyanúgy, sőt még jobban dübörög így a mozgalom, és nagyon sok ügyes gyerek jött különböző korosztályokban. Meglepődtem egyébként, hogy a kicsik korosztályában is mennyire ügyesen mozognak, és egészen felnőttesen. Úgyhogy kíváncsian várom majd a végét is. Nehéz lesz majd szerintem ezt így kategorizálni és zsűrizni. Azok a fellépők, akik a zsűri által kiemelt aranydíjban részesültek, fellépnek a döntőben, amelyet Erdélyben rendeznek meg hamarosan.